A közmunkaprogram pazarló és a tervekhez képest jóval kevesebben vesznek részt benne. Ez derül ki a Policy Agenda elemzéséből. Az intézet szerint rosszul működik a rendszer, hiszen előfordulhat, hogy egy közmunkás egy hónapra jutó bevétele nem éri el a 12 000 forintot sem. A tanulmány szerint még akkor is olcsóbb lett volna a program, ha mind a 280-290 ezer közfoglalkoztatásban résztvevőnek fél éven keresztül havonta 47 ezer forintot adott volna az állam segélyként. A Policy Agenda úgy véli, a jelenlegi politikai erők nem tudnak elszakadni attól a vélt társadalmi elvárástól, hogy csak azok kapjanak állami támogatást, akik ezért gyakran megalázó dolgokat kell, hogy elvállaljanak. A Policy Agenda vezető elemzője, Kis Ambrus a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát mondja meg nekem, hogy tudták ezt a tanulmányt elkészíteni, mert én gyorsan végig gondoltam, hogy mit mondott mondjuk a kormányszóvivő, bármely kormány illetékes. 2012-ben 280 ezeren dolgoztak közmunkában, és ez óriási siker. Mit mondott az ombudsman jelentése? 289 ezeren. Minimális a különbség, de hát azért, hogyha létszámot veszünk, nem olyan 9000, és az ombudsman jelentése októberig bezárólag. A KSH adatok arról szólnak, hogy átlagosan 90 ezeren dolgoznak a közmunkában. Hányan dolgoznak közmunkában? Hányan dolgoztak 2012-ben? Önök mivel számoltak? Én nagyon félek tőle, hogy pontos számot senki sem tud, és az a legszomorúbb a dolog, hogy nem az a baj, hogy mi nem tudunk, hanem az látszik, hogy a kormány nem tud, csak egy kicsit visszatérve erre. Ha a kormány azt mondja, hogy 280 ezer ember volt, aki valamilyen módon, valamilyen ideig, valamilyen munkát elvégzett a közfoglalkoztatásban 2012-ben, akkor az elvileg az egy tényszámnak kellene legyen. De valóban, ahogy ön is mondta, és hát ami az ombudsmani jelentésben szintén kormányadatból származik, hogy október végéig 289 ezer ember volt valamilyen módon közfoglalkoztatás része. Lehet, hogy november-decemberben senki nem volt? Senki, és plusz még 9000 ember most törlődött a rendszerből. Tehát mondjuk egy ilyen pikirtán fogalmaztuk ezt meg, de valóban hát csak így jön ki a matematika. A másik, amit említett, az a KSH, az pedig azt jelenti, hogy átlagosan ebben az évben havonta hány közfoglalkoztatott volt, és valóban ez a 90 000-es szám jött ki. Azaz azt jelenti, hogyha itt osztunk-szorzunk, hogy bizony egy embernek átlagban 3 hónapig biztosított az állam közfoglalkoztatást. Igen, tehát úgy nem szorozhatjuk be a 12 hónapot, hogy 90 ezrébe, mert nem, az nem igaz, hogy mindenki mit egy hónapig dolgozhat csak. Igen. Tehát 3 hónapig átlag dolgozhat. 3 hónap. Akkor ebből mennyi jön ki? Hát átlag 3-ból kijön ez a kb. 280-290 ezres szám. Ennyien valóban valamennyi ideig voltak a közfoglalkoztatásnak az alanyai. De az a másik fontos következtetés jön ki belőle, ami itt a kisfilmben is elhangzott, hogy hát bizony, hogy ha átlag 3 hónapig engedte csak az állam ezeknek az embereknek, hogy akkor dolgozzanak, akkor eddig járt ez a kb. 47 ezer forintos havi nettó összeg. Hogy utána mi volt velük, az attól függ, hogy milyen a családi helyzetük. Csak egy példát mondva, hogyha olyan középosztálybeli családból származott, mondjuk két tanár volt, és az átlag jövedelmet keresték, az egyikük elvesztette a munkáját, és közfoglalkoztatásban kellett dolgoznia, akkor miután olyan volt a családnak a bevétele továbbra is, hogy hiszen az élettárs vagy házastársa dolgozott, ezért nem kapott a közmunka lejárta után semmilyen jellegű ellátást sem az államtól. Tehát ő esetükben mondjuk, hogyha így matematikailag nézzük, akkor 3 hónapig 47 ezer forintos gáláns bőséges támogatással, most idézőjelben mondom, elégítette ki az állam a társadalmi kegyet, majd utána pedig azt mondta, hogy hát szelevi, hát hogyha majd legközelebb lesz munka, akkor szólunk. Tehát átlagosan 3 hónap, akkor mondjuk átlagosan a közmunkában 2012-ben résztvevők, azok kereshettek 141 ezer forintot. Ez ilyen 12 ezer forint per hó. Per hó, hogyha azt lebontjuk. Így van. Ez abból fényesen meg lehet élni, tényleg. De hát azok esetében is, akik egyiküknek sem volt munkája családban, tehát semmilyen más bevételük nem volt, és közfoglalkoztatásban lehetőséget kaptak, hát ott is azt mondjuk, hogy átlag dolgozott 47 ezer forintért 3 hónapig, majd utána szintén bőkező, szintén időzőjelben ellátást kapta 22.800 forint értékben az államnak úgynevezett foglalkoztatási helyettesítő támogatásként, és ezért cserébe egyébként még tisztán is kellett tartani az udvart, hiszen ugye ez a társadalmi
vélt elvárás, hogy akkor majd a szegénye... Ja, igen, tehát hogy a saját udvarát mindenkinek tisztán kellett tartani. Így van, így van. Ami egyébként jogos, tehát egyrészt csak nem nagyon szoktuk különböző támogatásokhoz kötni ezt. Ugye csak egy pikáns dolgot ennek kapcsán, az ombudsmani jelentésben benne van, hogy például az egyik településen, miután nem volt erre ember, ezért kiszervezték ezt a munkát vállalkozóknak, és 4 vállalkozó ellenőrizte, hogy akkor a településen dolgozó közmunkásoknál rendben letörölték-e a port a nagyszobában, vagy sem. És de ez nem... most nem igaz, tehát a nagyszobában csak nem mentek be. De igaz. Bementek igaz. A nagyszobában, megnézni, a... hogy letörölték így van, ez volt, az udvar pont... nem azonos a nagyszobában. Pontosan így van, de ez valószínűleg vagy a vállalkozó nem tudta, vagy a jegyző pont nem volt pontos ebben a dologban, de ez az ombudsmani jelentésben egy megállapítás, hogy azért az már mégsem járja, hogy bemegyünk a lakásba, és ott is körülnézünk, hogy akkor rendben van-e tartva a konyha, és el van-e mosogatva az edények. Tehát ténylegesen ez történt, hogy egy kicsit a túlmegfelelés, a szervezetlenség, a koordinátlanság, és hát gyakorlatilag a néha politikai idiotizmus. A vállalkozó az mi? Politikai idiotizmus? Politikai idiotizmusok itt bejönnek a dologba. Tehát ja, amikor ja. Ez a vállalkozó, ez például mennyit kapott azért, hogy a nagyszobába nézte, hogy a komódon por van, tehát ezért pénzt kapott. Hát bizonyosan pénzt kapott, hát ugye erre mondta azt, hogy... És a port a havi 22.000 forintért kellett letörölni, hogy az jusson. Így van, hát ugye erre mondta az ombudsman, hogy erre azért köztisztviselőket kéne alkalmazni, mire mondta a települési edzője, hogy hát én próbálkoztam szólni, hogy kéne fölvenni embereket, de nem hagyták jóvá a létszembeütést. Szóval ezek azért jó példák arra, hogy azért ez egy kitalálatlan, egyébként drága is a rendszer, de ez ugye a másik megállapításunk ez volt, hogy nagyon sok elmegy hólsúlyra magára a szervezésre. Csak egy példát hadd mondjam. Mire megy? Hólsúlyra, a szervezési költségekre, maga ennek a bonyolult bürokráciának a működtetésére. A, átlagosan megint matematikát nézve, 115.000 forintot költött az állam egy hónapban egy közmunkásra. Ebből 47.000 forintot kapott meg az egyén. És a többi? Többi elment adó és járulékokra, az egyik zsebből a másikba belevándorolt az államnak, a többi meg elment szervezési költségekre. Hát ennek a 47.000-nek 75.000 a bruttója, és a többi meg szervezési költség. Szervezési költség és egyéb általunk nem ismert, költségek, mert ugye pont ez az átláthatatlanság, hogy mire megy el. Amit szintén érdekes dolog, és megint a bürokratikusságát mutatja, hogy nagy trúváj volt, hogy na, akkor most hetente majd kifizetjük a közmunkásokat. Ez jól hangzó dolog, bár mondjuk ekkora összeget heti pénzre szétosztani, azért ennek van olyan problémája, hogy azok az emberek, akiknek amúgy sincs megtakarítása, ha hetente kapja meg a pénzt, akkor bizony arra panaszkodtak, hogy hát azért nem maradt a hónap elejére, hogy befizesse a közüzemi számlákat. Mert hát megette, hát fölélte. Tehát mondjuk ez úgy, amúgy sem nagyon... De azért ez a heti kifizetés, az micsoda bürokráciát jelent. Hetente bérszám fejteni, ott ívvel állni, kitölteni, átvette a pénzt, nem vette át a pénzt. Ezért ez mind azt jelenti, hogy ez megint egy ilyen pluszköltségként terhelődött rá a rendszerre, amit az önkormányzatoknak kellett valamilyen módon finanszírozni. Arra van valamiféle kutatási adatuk, eredményük, hogy az egész közmunkaprogramnak és az ilyen típusú közmunkaprogram megvalósítását azzal indokolta a kormány, hogy bizony a munka nemesít, és ne segélyért álljunk sorba, hanem dolgozzunk. Ebben abszolút még az alapigazságot nem is lehet vitatni, ha van munka, van munka lehetőség, akkor inkább dolgozzunk, mint otthon ülve várjuk a segélyt hozó, nem tudom, két jegyzőt vagy postást. De hogy az az igazi cél, hogy egy közmunka, ami átmeneti jellegű, az hogyan vezeti vissza a munkaerőpiacra az embereket, na ezt lehetett, erre vannak adatok, tehát tudjuk azt, hogy aki közmunkás volt, egy évben megadatott neki, hogy 3 egész hónapot lehúzhatott, ő aztán vissza lett vezetve a munkaerőpiacra? Megint ellentmondásos adat van, szintén csak a kormányra tudunk támaszkodni, mind a kettő tőle származik. Október végén azt mondta a kormányzat, hogy 19%-a a közfoglalkoztatottaknak elhelyezkedett utána. Az ombudsmani jelentésben származó szintén kormányzati adat szerint ez 4,5%. Van egy kicsi különbség. Valószínűleg inkább a 4,5% a hihető, hiszen az eddigi tapasztalatok is, még azokból az időkből származó tapasztalatok is, amikor valamelyest volt gazdasági fejlődés, azaz jöttek létre új munkahelyek a nyílt munkaerőpiacon, azok is azt mutatták, hogy azért a közfoglalkoztatásból azért viszonylag kevesen képesek kitörni és elhelyezkedni normál munkaerőpiaci körülmények között. Tehát ebből a szempontból semmiképpen sem mondhatjuk sikernek. Mi arra világítottunk rá a másik dolog kapcsán, hogy megint ez az álságossága a dolognak, hogy azért, hogy akkor ne segélyt adjunk az embereknek,
inkább dolgoztatjuk őket, majd utána elmondja a rendszer, hogy hát az a probléma, hogy igazán értékteremtő munkát nem is sikerült nekik adni, ugye azért ez egy visszatérő hiedelem ezzel kapcsolatban, és azért lássuk be, hogy sokszor tényleg nem tudnak értékteremtő munkát adni, és ez nem a közfoglalkoztatottnak, a közmunkásnak a hibája semmiképpen se, hanem hát a munkaszervezési problémák. Na ezeket számon kérjük rajtuk, és elköltünk egyében 130 milliárd forintot 2012-ben, amiben ugye az előbb mondtam 47 ezer forintot kapott a közmunkás, és egyébként meg 115 ezer forintot költöttünk el összességében az egészet. Tehát nagyon nagy pazarlás van ebben a rendszerben, csak azért, hogy ezt a társadalmi vélt igényt kielégítsük, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Majd meglátjuk, mi lesz a 2013-as év.